a Szerelemről címmel állított színpadra február 12-én egy fergeteges hangulatú koncertet Benedek Krisztina, Buka Enikő, Varga Lilla, Vajda Gyöngyvér, Csányi István, Lencsés Balázs és L. Péterfi Csaba. Gödöllő kommunikációs igazgatójának fejéből egy éve pattant ki az ötlet, hogy egy kis műsorral ünnepeljék meg a Valentin napot, melyben gödöllői művészek saját egyéniségükhöz illő számokat adtak elő a Művészetek Háza színpadán. Valentin naphoz közeledvén miről is szólhatna ez a koncert, mint a szerelemről? És akár hiszik, akár nem, a világzenében a daloknak körülbelül 99,99%-a szerelemről szól. Ebből válogattunk mi ki önöknek ma 20-at, és kicsit nehéz volt, de mindegyik dalban egy kicsit mi is benne vagyunk. A produkció igazi művész találkozó lett, hiszen élőben játszott a színpadon Dezső Piroska és Klacsman Nóra hegedűn, Gémesi Gabriella brácsán, valamint T. Pataki Anikó csellón. A rokkosabb hangzást Bubenyák Zoltán billentyűn, Grünwald László basszusgitáron és Kovács Zsolt dobon biztosította, valamint klarinéton játszott Fodor László, aki egyben az est zenei rendezője is volt. A teltházas koncert végén L. Péterfi Csaba megköszönte a Gödöllő Táncszínház tagjainak a remek táncbetéteket, és a koreográfusok Kézér Gabriella munkáját, valamint Vajda Gyöngyvérét, akivel néhány táncot maga is bemutatott a közönségnek.